Isten mindenkit. A zsidókhoz írt levél tanulmányozását fogjuk folytatni. Olvasom is, a zsidókhoz levél 7-es fejezetének 11-es versétől a 19-es verséig tartó szakaszt. Tehát zsidókhoz levél 7-es fejezet 11-es ige versétől 19-es ige verség. Ha tehát a tökéletesség elérhető volna a lévita papság által, mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség még azt mondani, hogy Melkisédek rendje szerint más pap támad, aki nem áron rendje szerint való. Amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is. Ugyanis, akiről ez elhangzik, más törzshöz tartozik, amelyből senki sem szolgálhat az oltárnál. Mert ismeretes, hogy ami Urunk Judából támad, de ebből a törzsből származó papokról semmit sem mondott Mózes. És ez még inkább nyilvánvaló, ha Melkisédekhez hasonlóan támad más pap, aki nem testi parancsolat törvénye szerint lett azzá, hanem örökké való élet ereje szerint. A bizonságtétel így szól. Te pap vagy örökké Melkisédek rendje szerint. Ugyanis egy korábbi parancsolat eltöröltetik, mivel erőtlen és használhatatlan mert a törvény semmit sem tett tökéletessé. Viszont egy jobb reménységet támaszt, amely által közeledünk Istenhez. Mit kezdett el kifejteni a zsidókhoz írt levél írója a hatos fejezet vége felé? Ezt olvashatjuk, 11-12-es de kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Tehát azt néztük meg, illetve azt láttuk, hogy ezután az ígéreteket kezdi el kifejteni. Kezdi el kibontani, mert hogy ebbe látjuk azt a gazdagságot, amiért mi futunk. Ahogy Pál Lapostól mondja, mi versenypályán futunk. Futunk egyenesen a cél felé, és azért futunk, mert valami értékes vár bennünket ott. Már értékes van nekünk itt, a mai 21. századi időben is, a mai nap is, de ez egy előíze annak a gyönyörűségnek, amit majd ott meg fogunk tapasztalni. Van miért futnunk, és ezeket kezdje kifejteni, hogy miért is van futnunk. Mi az oka? Mik ezek az ígéretek? Hogy milyen csodálatosak ezek az ígéretek? És mennyire mások ezek az ígéretek, mint amit akár a világ adhat nekünk, vagy ígérhet nekünk, vagy azok az ígéretek, illetve az ígéret megvalósulások, vagy meg nem valósulások, mint amiket az Ószövetségben láttak. Általánosságban elmondható, hogy a különböző Vallások vagy felekezetek hívői, amikor az ő hívőségüket meg akarják élni, az kötődik bizonyos dolgokhoz. Ha a zsidókat vagy akár romai katolikusok vagy egyéb különböző eh, hívőket, vallásos embereket nézünk, akkor az ő hitéletüknek a központja az valamilyen templomhoz, valamilyen vallási cselekményhez kötődik papsághoz kötődik. De ez egy ószövetségi rendszer. Az ószövetségi rendszerhez ószövetségi ígéretek kötődnek. És az író elmagyarázza, főképpen azért, mert zsidókhoz íródott eredetileg elsődrengően a zsidókhoz írt levél, de természetesen mi is nagy haszonnal tudjuk for forgatni ezeket a leveleket, vagy ezt a levelet is például. És zsidókhoz íródott ez a levél, és elmondja azt, elmagyarázza azt, hogy az ószövetségi rendszer az nincs többé. Mai szóval élve felejtős. De ez nem rejenti azt természetesen, hogy akkor most mi kidobjuk az ószövetséget, mint ahogy a egyik katolikus csoport a bokorközösség teszi, hogy kidobja, hiszen az új szövetségnek a jó része, az tulajdonképpen felfogható úgy is, mint egyfajta Ószövetség kommentár. Hiszen Ószövetségi igehelyeket, Ószövetségi képeket magyaráz. Tehát természetesen az Ószövetség az ihletet, az hasznos, az önmaga elégséges lenne, hogy valaki megtérjen. Mint ahogy vannak az Ószövetségben is olyan emberek, akikkel fogunk találkozni a mennybe. Az Ószövetség az Isten ihletett igéje, az rossz lenne, az hamis lenne, akkor nem lenne senki az Ószövetségben, aki üdvözölni tudott volna. De nem az Ószövetség miatt üdvözültek, nem a törvény miatt üdvözültek, mert tudjuk, hogy a törvényből nem igazul meg senki, nem üdvözül senki. Hanem ők is Krisztus miatt tértek meg, ők is Krisztus miatt lesznek majd ott a mennyben. Vagy vannak ott a mennyben. De tudjuk azt, hogy már az elejétől azóta az Istennek az akarata, hogy majd eljön egy új szövetség, majd ezt a rendszert egy új rendszer váltja fel. Sokkal nagyobb és sokkal több ígérettel. Ez tulajdonképpen lényege a zsidókhozét levélnek. Mindenképpen a hetesről a tízes fejezeteknek, ahol elmagyarázza ezt mit mondott el eddig? Elmondta, hogy tulajdonképpen a fiú melkisédek, vagy a melkisédeket azonosította a fiúval. És fel is szólít a hetes fejezet négyes igeversébe arra, hogy de nézzétek, milyen nagy ő, akinek Ábraham a pátriarka tizedet adott a zsákmány legjavából. Azaz nézzétek, vagy úgy is lehetne ezt fordítani, hogy csodáljátok, vagy úgy is lehet ezt fordítani, hogy vizsgáljátok meg, Alaposan járjátok körül őt, és csodáljátok meg őt mindenhonnan, minden oldalról. Vegyétek észre azt, hogy milyen csodálatos ő. Mint amikor a zsidók megvették a páskabárányt, hazavitték, és napokon keresztül ott volt, játszottak vele, megszerették. És látták azt, meg tudtak bizonyosodni napokon keresztül, meg volt a lehetőség, hogy megbizonyosodjanak róla, hogy minden módon tökéletes az a bárány amit majd fel fognak áldozni. Így itt azt mondja, hogy mi is csodáljuk meg Krisztust, csodáljuk meg őt, hogy tökéletes áldozat. Tökéletes Isten, tökéletes áldozat. Mit mond itt Melkis Azt mondja Melkisédekről a Édekről a hármas hogy ő örökkévaló. Hát ki az örökkévaló? Isten az örökkévaló. Nyolcas igévesen azt mondja, hogy ő, aki él akiről bizonyságunk van, hogy él. Ki az, akiről bizonyságunk van, hogy él? Hát Krisztus az, a feltámadott Úr az, akiről bizonyságunk van, hogy él. És azt mondja a 9 és 10 versben, azt láttuk, hogy Ábrahámban Lévi is tizedet adott Istennek. Illetve Melkisédeknek, de ebből következik, hogy Lévinek nem volt, nem volt szabad másnak tizedet adni, hanem arra volt felszólítva Lévi, hogy Istennek adjon tizedet. Tehát ha Lévi tizedet adott, nem lehetett más személy, csak Isten, akinek ő tizedet adott. Tehát bármilyen elképzelésük is volt Melkisédek személyéről, a zsidóknak, az első olvasóknak, hallgatóknak, és az előző alkalommal megnéztük ezeket a különböző lehetőségeket, vagy, vagy közszájón, közgondolkozásban élő lehetőségeket Melkisédek személyéről, de egyik sem volt ilyen dicsőséges, mint amilyen dicsőséges ez a kép, amit itt felrajzol a zsidókhoz itt levél szerzője. De tovább is meg annak bizonyításában, hogy ahogy a 6.20-ban ezt olvashatjuk, hogy Jézus melkisédek rendje szerint főpap lett örökké. Mert hogy tisztázni kell bizonyos kérdéseket. Egy zsidók számára mindenképpen tisztázni kell bizonyos kérdéseket, hiszen belegondolhatunk abban, Nehéz egyébként itt Magyarország, akár Magyarországon is abba belegondolni, hogy milyen lehet egy zsidó közösségben felnőni, ahol gyerekkortól kezdve a Bibliát meg kellett tanulni, az Ószövetség Tórát meg kellett tanulni, Mózes 5 könyvét, ahol központi jelentősége volt a hitnek, a különböző ceremóniákat megtanították, a különböző dolgokat mindent megtanítottak, és ebben éltek. Nem volt tévé, nem volt internet, nem befolyásolta annyi minden az ő gondolkozásukat. Ők ebben a rendszerben éltek. És egyszer csak valaki azt mondja nekik, hogy ez nem működik. Hogy egy olyan rendszerben éltél, egy olyan rendszerre alapoztad az életed, ami nem működik. És ahogy a zsidó olvasóknak használni kellett a gondolkozásukat, az agyukat, hogy felfogják hogy mi ez az új rendszer, és milyen csodálatos ez az új rendszer, nekünk is használni kell a gondolkozásunkat, hogy értsük az oszövetséget is, értsük a különböző képeket, értsük a gondolkozást. Ne tudjon senki minket átverni a törvényel például, hanem tudjuk azt, hogy mi a törvénynek a helye, mi a törvény szerepe, és mi Krisztus helye a törvény felett vagy mi a viszonya Krisztusnak a törvényel. Mert ha ezt tudjuk, ha ugyanúgy végmegyünk ezeken a gondolkozási lépcsőfokokon, amiről itt a zsidókozik levél szerzője beszél, megértjük és hasznosítjuk, akkor gyümölcs származhat ebből a mi életünkben is. Mi volt az egyik jogosan felmerült kérdés? Az volt mindenképpen jogosan, egy kérdés, ami jogosan felmerült, az olvasóba, illetve bennünk is felmerülhet, hogy hát de nem Isten adta a papságot, a főpapságot, a ceremoniás törvényeket? Nem az ő szava az, amit ott olvashatunk? Mert hogy nem arról van szó, hogy Mózes kitalálta ezeket a dolgokat, és azt lehet mondani, hogy ó, az oszvetségi törvények meg minden, az, az, Mózes adta, a különböző dolgokat Mózes csinálta, és Isten most ad valamit a Mózesi helyett. Nem. Ott is Isten volt az, aki azt adta, és Isten az, aki újat ad. És felmerült a zsidókba a kérdés, hogy hát, de Isten adta azt, ha ő adta, akkor miért kell lecserélni? Hát Isten, a tökéletes Isten adhat valamit, ami nem tökéletes? Valamit nekünk le kell cserélni, vagy Istennek le kell cserélni abból, amit ő ad, amit ő mond, amit ő parancsol? És egy nagyon fontos dolgot meg kell értenünk. Meg kell érteni azt, hogy a templom az egyedüli dolog volt, ami megkülönböztette őket a többi névtől. Hiszen azt olvashatjuk a Bibliában, hogy ott Isten jelenléte volt. Hogy ha Istenhez akartak menni, ha vele akartak kommunikálni, ha az ő közelébe akartak lenni, akkor ezt a templomban tehették meg. Nem volt más hely. Nem olvashatunk arról, hogy Isten elfoglalt volna más helyet. Bár a templom szentelési imában elhangzik az, hogy olyan hatalmas volt, hogy ez a templom nem fogadhat be téged. Ennek ellenére biztosak voltak benne, mert hogy Isten rendelte, hogy ez a templom az ő helye lesz. Ide minden egyes zsidónak évente háromszor el kellett volna az Tudjuk, hogy ezt főleg a Páska idején, tehát a mi Húsvétnak nevezzük ünnep idején tették meg. És milliónyi számba jöttek zsidók különböző helyről Jeruzsálembe. A templom egy központi, és a templomhoz kötődő szertartások központi szerepet játszottak. Ha csak a zsoltárokban zsoltárokat olvassuk, akkor rengeteg zsoltár erről szól, ennek a dicsőségéről szól. A 128-as zsoltár 5-ös igeves azt mondja, hogy áldjon meg téged Sionról, a templomból, ott, ott van Isten, Sionról az Úr, mivel ott van, onnan tud megáldani. Áldjon meg téged Sionról az Úr, hogy láthassd Jeruzsálem jólétét egész életeden át, vagy a 134-es, Áldjátok az Urat mindjárt ti, akik az Úr szolgái akik az Úr házában álltok éjjelente. Emeljétek föl kezeteket a Szentév felé, és áldjátok az Urat. Áldjon meg téged Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg téged Sionról az Úr, ez egy általános dolog volt, hogy ott van Isten, és onnan áld meg. Bárhol vagyunk, ahol ő visz minket, onnan fog megáldani. Mert ő ott van. 84-es Zsoltár. Mi kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura, sóvárog, sőt, eleped a lelkem az úr udvarai után, testem és lelkem újongva kiált az élő Istenhez, még a veréb is talál házat. A fecske is fészket, óvá fiókáit helyezheti oltároidnál, seregek ura, királyom és istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelen dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy az ereje, aki a te utaidra gondol. 11. Igebes. Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösség sátraiban lakni. Tehát látjuk, hogy milyen nagy volt a templomnak a becsülete. És milyen nagy szerepe volt a templom, hiszen ott van Isten ezer szállal kapcsoltak a Sionhoz, a templomhoz, az Isten jelenlétéhez, mert, mert az ott van, oda kötődött. És az általa parancsolt szertartásokhoz, hiszen ez volt az egyedül közeledési mód, ahogy, ahogyan Isten meg tudták közelíteni, a szentet meg tudták közelíteni. A zsinagóga erre nem volt alkalmas. Lehet, hogy a falujukban volt zsinagóga, de az nem ezt a célt szolgálta, az egy Tanító hely volt, az egy felkészítő hely volt. Az arra szolgált, hogy a templomra mutasson. Nem önmagára mutatott a zsinagóga, hanem a templomra mutatott a zsinagóga. Itt pedig mit hallanak? Itt pedig azt hallják, hogy a tökéletesség elérhető volna, ha a tökéletesség elérhető volna a lévitapság által. De ebbe a mondatszerkezetben ben van az, hogy ez pedig nincs így. Nincs így. Burul az egész rendszer, a papsági rendszer nem tökéletes. Erőtlen, 11-es vers. Utána a törvény nem tökéletes, 19-es vers. Nem tökéletes. Nem tudja megtenni azt, ami létre van hozva. Isten nekik adott módszere és a törvény, hogy neki kedvesek legyenek, az nem éri el a célját. Belegondolhatok -e ez mekkora sok hatás. Valakinek ezt mondani, ez egy szentségtörés, ezt mondani, hogy Isten törvénye az nem éri el a célját. Hogy a papsági rendszer az nem éri el a célját. Szentségtörés ilyet mondani. Hát először is az új pap, papság szükségeséről beszél. 11-es igevesben látjuk, hogy új kellett. Miért kellett új? Mert a régi ahogy az előbb elmondtam, képtelen volt elérni azt, amiért meg lett alkotva, amikor, amiért el lett rendelve, mert hogy erőtlen volt. Mit volt képtelen elérni? Mi volt az, amit el kellett volna érnie? Az, hogy megbékéltessen Istennel, hogy üdvösséget szerezzen a résztvevőknek, hogy megoldja a bűn problémáját. De ezt nem tudta megtenni. Ezt a törvény, a törvény által adott szabályok, azok nem tudták megtenni a papság, képtelen volt enre. Rengeteg dolgot kellett csinálniuk, nagyon elfoglaltak voltak, rengeteg áldozatot, rengeteg vér folyt, de nem tudták ezt megtenni, nem tudták elérni azt, amir elletek rendelve. Képtelenek voltak. Pedig ezt a mertet, itt a 11-es vers közepén, hogy mert a nép, ez pedig a nép, kellett volna fordítani, vagy jobb lenne szerintem ez a fajta fordítás, pedig a nép ez alatt kapta a törvényt, ami tökéletes. Ez nem egy történeti, egyébként nem egy történeti elbeszélés, mert a törvény előbb jött, és utána lett a papság elrendelve. Hát a törvény az tökéletes mégsem éri el a papságon keresztül a célját. Tökéletes ígéretei voltak a törvénynek, de a papságon keresztül ezek az ígéretek nem tudtak teljesülni. Nem tudtak. Az új pedig, ami kell, az ráadásul nem is a törvényben rögzített módon jön el. Nem a törvényben rögzített családon módon jön el. Mert normál esetben, és Jézus idejében is nagyon sok papi család várta azt, hogy a messiás az ő családjából fog eljönni. A főpap majd, a pap, az igazi megígért pap, igazi megígért közbenjáró, majd az ő családjukból fog eljönni. Hiszen Isten az ő családjukat rendelte arra, hogy papok, illetve főpapok legyenek. De azt mondja, hogy nem. Ha ez a, ez a rendszer véget ér, akkor ez is véget ér. Nem érhet véget ez a rendszer úgy, hogy ebbe jön valaki bele. Kívülről kell, hogy belejöjjön valaki. Kívülről kell, hogy átvegye valaki, hogy lecserélje ezt a rendszert. Mikor látjuk, hogy az ige először beszél melkisédekről? Nagyjából Krisztus előtt 2000 évvel. Majd mikor történik meg a lévitai papság, illetve az áronű papság elrendelése? Nagyjából 1400 50 környékén, illetve 1400 környékén. Tehát nagyjából 5-600 évvel azután, hogy Melkisédeknek tizedet adott Ábrahám, és ott az igében azt látjuk, hogy ő a felséges Isten papja. A papság utána 5-600 évvel lett elrendelve. Mikor van az ígéret a Melkisédek szerinti papságra? Isten ez Dávidon keresztül nagyjából ezer környékén jelenti ki. Tehát megint csak 4 500 évvel a papság létrehozása után. 4 500 évig a főpapok és a papok tették az ő feladatukat. Rengeteget imádkoztak, rengeteget füstöltek, rengeteg áldozatbemutatás volt, rengeteg dolgot tettek. Rengeteg dolgot tettek. De ekkora a népnek már volt egy tapasztalata, hogy itt valami nem működik, itt valami nem jó. Valami nem történik meg, aminek meg kéne történni. Rájtek, hogy önerőből nem megy. Ez, amit mi csinálunk, az Isten adott valamit, de azt mi emberek akarjuk megvalósítani. És ez így nem működik. Ez így nem megy. Nem tudjuk megoldani ezt a problémát. Persze a vallásosoknak ez a rendszer megfelel tökéletesen. A Szédus idejében is látjuk, hogy a vallásos emberek azok, azoknak ez jó volt. De volt, már ő szerintük jó volt, de Isten szerint természetesen nem volt jó. De volt egy olyan rész, aki igazán Istennel akart kapcsolatot létesíteni, és aki rájött, aki érezte, hogy ő, ő erőlkedik ebben az emberi rendszerben, és látta, hogy ez az emberi rendszer nem működik. Mit mond az új papról. Azt mondja itt az új papról, 11 es versbe, hogy más pap támad. A Jeremiás 23.5-ben már láttuk, hogy eljön majd az idő, itt szól az úr, amikor igazi sarja támasztok, ugyanaz a szó van itt, mint ott is, támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsön uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban is attos vers vége, így fogják nevezni az úr, ami igazságunk. Tehát látjuk, hogy támad onnan. Nem harc támad természetesen, hanem ez a származására vonatkozik. És azt mondja itt, hogy Melkisédek rendje szerint pap támad. Ott pedig azt írja, hogy Dávidtól támad ez az új valaki, a messiás. Tehát itt kétféle forrását látjuk a messiásnak, a messiás személyének. Látjuk azt, hogy ő melkisédek módján, azaz isteni módon lesz, és látjuk a Dávidi vonalat, azaz Júda törzséből lesz. Azaz nem csak, hogy nem Áron családjából, de nem is Lévi családjából fog megszületni. Pont ezért kumráni közösség például két messiást várt. Egy politikai, Júda törzséből származó messiást várt, és egy papír messiást várt, aki pedig Áron családjából származik. Ehhez járul hozzá egyébként a Zakariás 4, második, harmadik keverse, 13-14-es keverse, amiben pedig egy látomást látunk, és ezt olvashatjuk, hogy mit látsz? Én így feleltem, egy színarany lámpatartót látok, tetén egy tállal. Hét mécses van rajta, és a tetén lévő mécseseknek 7 hét csücske van. Két olajfa áll mellette, az egyik távolról jobbra, a másik balra. Azt mondta nekem, nem tudod, mik ezek? Azt mondtam, nem uram. Ekkor így felelt, ezek ketten a felkentek, ugye felkent az messiást, Krisztust jelent, ezek a felkeltek, ezek a Krisztusok, ezek a messiások, akik az egész föld urának a szolgálatára állnak. De egyéb helyekről, mint például a 100. Zsoltár, amivel már foglalkoztunk, vagy egyéb bibliai helyekből látjuk, hogy ez nem így lesz. Nem két messiás, hanem egy messiás lesz. 12. igeves vissza a itt levél 7. es fejezetéhez. Amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is. Na mit jelent ez? Mi, mi, változott meg? Most már szabad löp, lopni, ölni, paráználkodni? A korintusiak hajlottak erre felé. Mert látjuk a korintusiokhoz első korintusiokhoz itt levél ötös fejezetében, hogy olyan bűnöket engedtek meg maguknak, amivel még dicsekedtek is. És azt mondták, hogy nálunk ez a bűn is elfér. Mi olyan kegyesek vagyunk, mi olyan szabadságban élünk, hogy, hogy ezt is eltűrjük magunk között. Pál ugye erre kiakat és azt mondta, hogy nem lehet úgy gondolkozni, hogy védkezzek még többet, mert annál inkább meg fog növekedni a kegyelem. Ez egy torz gondolkodás, ez téves gondolkodás. Nem, a szentségre kell törekedni. És nem a bűnöket elnézni. A bűnöket nem lehet elnézni. Meg lehet bocsátani a bűnöket, de elnézni nem lehet bűnöket. Bűnökből meg kell szabadulni. Tehát mit jelent az, hogy szükségképpen megváltozik a törvény is? Háromfajta törvény van az Ószövetségben. Van erkölcsi, társadalmi és szakrális. Az erkölcsi törvény nem változhat meg, mert az Isten lényegéből van. Az Isten tükrözi vissza. Ezért nem korfüggő. A mai liberális kereszténység ezt meg akarja változtatni, de ez megváltoztathatatlan. Ha ez megváltozna, akkor azt jelenti, hogy Isten is változik. Isten már valamit nem tart bűnnek, amit eddig bűnnek tartott. Vagy eddig nem tartott valamit bűnnek, most meg bűnnek tartja. Aki az erkölcsi törvényt meg akarja változtatni, az annak az Isten képe az Isten változik meg. Az erkölcsi törvény a szilárd. Megváltoztathatatlan. Az teljesen szilárd. Ott van a társadalmi törvények, amik tulajdonképpen az erkölcsi törvények leképezése a társadalmi viszonyokra. Hogyan juthat érvényre az erkölcsi törvény egy társadalomban? Erről, szól, erről szólnak a társadalmi törvények, illetve azoknak egy jó része. Tehát ezeknek ez a fele semmiképpen nem változhat meg az egyéb speciális különböző társadalmi törvények lehetnek. De az erkölcsből kiinduló társadalmi törvények azokat, azok ugyanúgy megváltozhatatlanok, mint az erkölcsi törvények. Hiszen az az alapja. Ott vannak a szakrális törvények, a ceremoniás törvények, ez az, ami megváltozik, ez az, ami eltűnik mert ehhez kötődik a papsághoz, az ószövetségi papsághoz. Ha ez a papság már nem létezik többé, a helyébe egy új lép, akkor ez is megszűnik vele együtt. 13-14-es igeves, ugyanis akiről ez elhangzik, más törzsöz tartozik, amelyből senki sem szolgálhat az oltárnál, mert ismeretes, hogy ami mi urunk Júdából támadt, de ebből a törzsből származó papokról semmit sem mondott Mózes azaz miután világosá tette Melkisédek isteni származását, ezzel azt mondva ki, hogy Melkisédek Isten, itt Jézus származásának másik felét akarja rendbe rakni. És azt mondja, hogy ő igen, ő Júda törzséből származik. Ő Júda törzséből támad. Mózes első könyvének 49-es fejezetének 10-es verse azt mondja, nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Siló, akinek engednek a népek. Illetve ismét Zakariás, de most már a hatos fejezet, hatos fejezet 12. verse se azt mondja, ezt mond neki, itt szól a úra, van egy férfi, akinek sarjadék a neve, mert helyette sarjad, és felépíti az úr templomát. A sarjadék Krisztus. Nem lehetett másképpen, csak így lehetett, A Júda törzséből támad valaki, aki felépíti az Úr templomát, aki kormányzik, aki pap, és aki politikai vezető. Ezért folytatja úgy 15. Verső, hogy És ez még inkább nyilvánvaló, ha Melkis édekez hasonlóan támad más, főpap, más pap, aki nem testi parancsol a törvény szerint lett azzá, hanem örökké való élet ereje szerint. Azaz, mivel nem lévi törzséből, áron családjából származik, ezért muszáj, hogy ne csak földi származása legyen, hanem származása Istentől legyen, azaz Isten maga legyen. Mi lett volna, Árontól származik? Semmi, egy lett volna az Ároni papok, főpapok közül. Egy lett volna sokból nem szabadott Áronthoz származnia. Meg kell különböztetni, ez egy új, teljesen új alapra épül. Ezért a régi rendszer is, a származási viszonya a régi rendszernek is vége, vége kell, hogy legyenek. Tehát maga a származása is jelzi, hogy ő más lesz. Más minőséget fog képviselni, mint a többi pap, illetve főpap. Az Ószövetség rendszere szerint, ahogy itt látjuk, Mozes nem beszél arról, hogy bármilyen papságot is viselhetett volna valaki Judatörzséből, mert nem is viselhetett. Tehát Jézus Krisztus nem lehetett volna pap, illetve főpap az Ószövetségi szakrális törvények szerint. De az Új Szövetségben, az Új Szövetségnek ő a főpapja. Ezt a különleges státuszt erősíti meg ismét amikor újra idézi a 100 ezer Zsoltárt, 17-es amikor azt mondja, te pap vagy örökké melkis édekrendje szerint. Hát, hogy a, a zsidók is, és mindenki tudjon nem földi papságba gondolkozni, hanem mennyei égi papságba gondolkozni. Új rendszerbe gondolkozni, ne a régi rendszerbe gondolkozzon. 18-as, 19-es, ugyanis egy korábbi parancsolat eltöröltetik, mivel erőtlen és használhatatlan, mert a törvény semmit sem tett tökéletessé, viszont egy jobb reménységet támaszt, amely által közeledünk Istenhez. Na ez volt az igazi bomba. Az ószövetségi ceremoniális törvény átmentőinek, gyakorlóinak. Azt mondja itt, hogy eltöröltetik. Miért töröltetik el? Azért töröltetik el, mert erőtlen, mert használhatatlan. Nem azért töröltetik el, mert szép, nem azért töröltetik el, mert ez kultúrálisan már nem jó, nem azért töröltetik el, mert Ózsri, eltöröltetik, mert hogy használhatatlan. Vagy ahogy ezt lehetne fordítani, haszontalan. Nincs neki haszna, semmi haszna nincsen. És azt mondja, hogy minden, ami a papsághoz kötődött, meg a különböző törvényekhez, az minden eltöröltetik. Egy pici dolog sem mentődik át. Semminek nincs haszna. Tehát az egész Ószövetségi papsági rendszer és ahhoz kötődő cselekmények haszontalanok. Ma az Ószövetségi, a zsidókon kívül az Ószövetségi rendszert leginkább a római katolikusok meg a mormonok képviselik. És nekik is ugyanazt lehet mondani. Ugyanaz nekik is itt az üzenet. Hogy a különböző csengetések, füstölések, áldozások, papi rendszere, a rituálék, stb. az mind haszontalanok. Haszontalanok. Nem kell azon gondolkozni, hogy mi jó abból, meg mi rosszabból. Haszontalan. Haszontalan. Fel tud háborodni egy római katolikus valláshoz ragaszkodó, amiatt mi azt mondjuk, illetve nem mi, hanem a zsidókozét levél írója, az az istenit azt mondja, hogy haszontalan a csengetések, a füstölések, az áldozatok, a papsági rend, a rituálék, ez mind haszontalan? Biztosan fel tud háborodni, mint ahogy zsidók is fel tudnak háborodni, ha olvassák ezt a hetes fejezetet például. És azt olvassák, hogy az ő rendszerük, hogy adott törvény, ami ezt nekik megmondja, meg az egész papsági minden rendszer, az haszontalan. Biztosan felháborodnak. De azért háborodnak fel, mert Isten azt mond, azt akarja, hogy ez egy bomba legyen. Egy bomba legyen, hogy romboljon. Hogy a régi oszövetségi rendszert elsöpörje az útból. Elsöpörje Krisztus útjából. Hiszen ez a régi rendszer, ez Krisztus útjában áll. De mit szólhat valaki ehhez a romboláshoz, ehhez a bombához? Mondhatja valaki, hogy hát de hát ez olyan szép, olyan szép a mi templomunk. Hát nézd meg, nézd meg az épületünket. Hát ez gyönyörű, ezek a freskók, ez a nagy belmagasság. Gondoltunk a Jeruzsámi templomra Jézusi korából, amikor Péterrel, Andrással, Jakabbal, Jánossal, nem tudom pontosan kikkel, ott ült a hegyen, Olajfek hegyén, szemben Jeruzsálemmel, nézték a lemenő napot, ahogy csillog a templom, ahogy ragyog a templom, és mondják a tanítványok, hogy milyen csodálatos ez a templom. El voltak teljesen ragadtatva, egyszerűen érzelmi, pozitív érzelmi hullámok vettek uralmat rajtuk. El voltak olvadva, és a nemzeti büszkeség teljesen bennük volt, hogy, hogy ez a mi templomunk, és ez mi csodat, csodálatos ez a mi templomunk. És a római birodomban volt is egy mondás, hogy Addig még nem láttál csodálatosan szép épületet, amíg még a Jeruzsálem templomot nem láttad. És Jézus mit mond, ez le lesz rombolva. Nem a templomra kell nézni. Itt azt mondja, hogy a templom bármilyen szép, a templomnak nincs értelme, nincs haszna. A templom haszontalan. Az épület haszontalan. De hát több tíz méteres belmagasságok. Hát az, az Istennek a hatalmát mutatja, nem? Hát miért lenne haszontalan valaki ott belép, és meglátja azokat a, a mennyezeten lévő nagy freskókat, és minden is, és egyszerűen, egyszerűen a mennybe érzi magát, egyszerűen Istenhez közel érzi magát, egyszerűen ennek van haszna, nem? Azt mondja Krisztus, azt mondja Isten, hogy nincs. Haszontalan. Haszontalan. El kell távolítani az útból. Krisztus nem látja az illető. Hát kell távolítani az útból. Mondhatja valaki, de nézd a ruhákat, meg azt a jelentést, amely a ruhát, nézd a főpapnak milyen csodálatos ruhája volt. Meg az, hogy gyors ruhába voltak a többiek ott a templom környékén, meg, meg most a különböző papoknak az albája, meg a különböző. Ennek van, van üzenete, van mondani valója. Hát ez nem csodálatos, ezt meg kéne őrizni. Azt mondja, hogy haszontalan. Nem, hogy nem lehet megőrizni, nem szabad megőrizni. Haszontalan. De hát mondhatja valaki megint csak, hogy hát nézd a szertartásainknak a jelentését, ez is nagyon szépek ezek a ősiek, ezek a szertartások is, minden, amit van, amit mi csinálunk, hát ez mi az, hogy ez haszontalan? Hogy mondhatod erre, hogy haszontalan? Hogy nekünk ezt ki kéne dobni? Pedig azt mondja Isten, hogy ezt ki kell dobni. Ez haszontalan. Vagy a, lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ez kulturálisan hozzánk tartozik. Én ebben nőttem fel, ezt meg szeretném tartani. Azt mondja, hogy ez haszontalan semmi hasznunk sincsen. Semmi pozitív hasznunk nincs. És aminek nincs pozitív haszna, annak csak negatív haszna lehet. De azt is mondja a végén, aki ezeket el tudja vetni, el tudja takarítani az útból, annak ott van a jobb reménység. És a jobb reménység, hogy valakinek jobb reménysége legyen, ezeket el kell takarítani az útból. Mert utána van Miután valamit lerak, az ember utána tud valamit felvenni. ezeket nem rakja le, akkor nem lesz neki jobb reménysége. És azt mondja itt, hogy jobb reménységünk van, jobb reménységet kapunk, amely által közeledünk Istenhez. Ezek által a dolgok által, az épületek, ruhák, szertartások, stb. által nem lehet Istenhez közeledni. Haszontalanok, nem éri el az Istenhez való közeledésnek a célját de lehet közeledni Istenhez a jobb reménység, a Krisztus reménysége által. A papságon és a törvéken keresztül nem lehet, az új pap, az új főpap pedig elvégezte, elvégzi azt, ami, amire a törvény, amire a papság az erőtelen volt. A főpap egyszer elvégezte Krisztus a kereszten, Krisztus papi szolgálata pedig ma is tart. Róma 8, 1-4-ig, illetve 11-es 14 igevers. Nincs tehát most már semmiféle kárhozható ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti alandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Itt azt olvashatjuk, zsidókhozét levélben, hogy Krisztust az örökké való élet ereje szerint rendelte el. Ő úgy lett. Ő úgy lett, és mi is úgy vagyunk. Bennünket is az örökké való élet ereje az, aki az ő vétett bennünket. Bennünk ez az élet erő lakik. Ez a mi reménységünk. Nem a másik, a testi parancsolat törvénye szerint való Erő meg élet, hanem az örökkévaló élet ereje szerinti reménység. Ez van bennünk. És mivel az emberi, az csak emberi módon földi dolgokat tud megtenni, az örökkévaló pedig örökkévaló dolgokat tud megtenni. Krisztusban ezért szabadok vagyunk, ahogy a négyes fejezetben már láttuk, 14-es igevesről, amivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségénken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísért és szenvedett mindenben kivéve a bűnt. Járjunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Az új szövetségben tehát nincs templom, Nincs szentén, nincs medence, nincs oltár, nincs füstölés, nincsenek állatok, nincsen kárpit. Ennek már vége van. Aki vissza akar építeni a templomot, a papságot, a szentét, medencéket, oltárokat, füstölést, állatokat, kárpitot, az az Ószövetségben él. De az Ószövetség, értve az Ószövetségnek ez a rendszere, ez képtelen megadni, amit ígér. Haszontalan. Szabadok vagyunk Krisztusban, szabadok vagyunk Krisztus miatt, hogy Krisztusban az ő céljának megfelelően, azaz tökéletesen éljük az életünket. Krisztusban lévő szabadság az egy valódi szabadság. Ha Krisztus megszabadított bennünket, akkor valóban szabadok vagyunk. Nem a bűnre természetesen, hanem a Krisztus törvényére. Felszabadultunk, hogy neki. Kedves módon éljük az életünket, hogy normális módon, hogy jó módon, Krisztusi módon tudjunk, vagy Krisztusban lakó módon tudjunk hozzá viszonyulni, hozzá közeledni. Értsük meg ezt! Lássuk meg azt, hogy kicsoda ő! Ne tegyünk semmit elé, ne legyen semmi akadály! minden távolítsunk el az útból, ami megegyezik az ószövetségi rendszerrel. Az ószövetségi rendszert teljesen felváltotta, egy szemében felváltotta az ószövetségi rendszert. A papságot, mert az újszövetségben egyetemes papságról beszélünk már, felváltotta az épületet, felváltotta a ruhákat, felváltott mindent. Ő egy szemében. hozzáragaszkodjunk. Hiszen egyedül általa lehet kapcsolatunk, és van kapcsolatunk Istennel. Amen.